A Sárospataki Vaj Miklós szakképző iskola 2 évvel ezelőtt alapító okiratát az úgynevezett szolgáltatások elindításával bővítette. Ez azt jelenti, hogy az itt tanított tantárgyak többsége kapcsán a gyakorlati oktatás részeként a diákok konkrét megrendeléseket teljesítenek. Ez az iskola igazgatója szerint több célt is szolgál. Így egyrészt olyan kihívásokkal találkozhatnak a diákok, amelyekkel majd az életben is találkozni fognak. Gondolok itt valamennyi szakmánkra, akár hogyha az autószerelők tekintetében a jelenleg mondjuk a téli-nyári gumicserére, vagy az olajcserére, vagy a különféle kerámiás vagy fazekas szakmáinkban is számos megrendelés érkezik hozzánk. És természetesen a fiús, a vasas szakmákban, akár a gépi forgácsoló szakmára, vagy a heggesztő parkunkra gondolunk, akkor számos megrendelést tudunk elvállalni és elvégezni. Az igazgató szerint ez már egyfajta felkészülés a jövő évben beindítandó duális képzésre. Másrészt hatékonyabbá teszi a diákok képzését is. Az így befolyt profitot pedig az iskolára fordíthatja az intézmény. Legtöbb szakmacsoporton, vagy inkább úgy mondanám, első éves szakmai képzés folyik itt az iskola tanműhelyén belül, tehát nem 100%-os még a tanulók tudása, gyakorlati képzettsége, de viszont a szakmai oktatók, illetve a gyakorlati oktatók felügyelik, illetve koordinálják ezeket a munkákat, úgyhogy nyilván, amit kiadunk kezünkből ilyen szolgáltatásokat, azok teljes mértékben megállják a helyét, akár az ipar, vagy a bármilyen más létesítményen belül is. A szakképző iskola tanműhelyében 4 szakmacsoport kapcsán folyik gyakorlati képzés. A művészet szakmacsoportban a fazekas, a közlekedésnél az autószerelő, gépészetnél a hegesztő és gépi forgácsoló, valamint az épületgépész technikus, illetve a faipari szakmacsoportnál az épületasztalosok oktatása zajlik, mintegy 250 diák tekintetében.